Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Győrben. Ahogy ez szokásos, kezdjük a Dharma beszédet ma is az Om Nám mantrával, mely az univerzum a maga tisztaságában, ezt recitáljuk el 7-szer. Köszönöm szépen! Ahogy az korábbi informális beszélgetésünkben kiderült, nagyon sokan láttatok már videókat, és hallhattatok szútraszerű tanításokat, ahol szépen magyarázattal, indoklással kifejtek bizonyos dolgokat a zenről, és ezek érthetők. Ma koanokkal kezdünk, amelyek nem érthetők. Tehát próbáld meg az intuíciódat használni. Nem csak beszélünk róla, hanem megpróbáljuk működésbe is hozni. Ez az, amikor a használati utasítást elolvasva, azt félretéve bekapcsolod a gépet. Megnézzük, hogy mi van belül. Miért nem látod? 107-es. Egyszer egy tanítvány megkérdezte Mángong Zen mestert. Hol van a Buddha dharma? Épp előtted, válaszolta a mester. Azt mondja, hogy előttem van, mégsem látom, felelte a tanítvány. Az éned miatt nem látod, mondta a mester. Ha létrehozod az ént, akkor nem láthatod. De ha a mást hozod létre, akkor még nehezebb. Ha nincs én, és nincs más, akkor ki beszél? A tanítvány azonnal elérte a felébredést. Kérdések. Mit jelent az, hogy előtted van? Nincs én, nincs más. Hogyan látsz? Mit tapasztalt meg a tanítvány? Kommentár. Butaság, fafejűek, lásd tisztán, hajd tisztán. A kommentárok mind Sung San Zen mester kommentárjai. Hát miért nem látjuk? Buddha Sákjamuni a látásról beszél, vidja. Eredeti tudatunk tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Miért van tehát az életünk tele illúziókkal, téves nézetekkel, helytelen hozzáállásból fakadó kapzsisággal és haraggal? Hát miért nem látjuk a tanítást? Ez sokkal inkább tapasztalható, semmit elgondolható. A gondolatok itt szolgálnak valami nagyobbat, amely nem gondolat. A tapasztalat valami nagyobbat szolgál, mint te magad. Amikor igazi önvalónkhoz visszajutunk, amikor az egyévállás, mint tapasztalata miénk lesz, akkor nincs én, és nincs más. Abban a pillanatban csak ez van. Ne ragaszkodj a botütéshez. Azt a tudatot figyeld meg, amelyik ebben a pillanatban ellobbant, az elme működése megszűnt, és a tisztánlátás egy pillanatra beállt. A személyes narratíva megszakadt, a karmádat egy picikét szét tudtad oszlatni, és megtapasztaltad, hogy ki vagy te két gondolat között. Amikor épp nincs éned és nincs másod, a világ és te nem váltok szét, akkor valójában mi vagy? A koanok erre vezetnek rá.
nem a gondolat szintjén, ezért nem is hallhattad, hogy én magyaráztam volna a Mángong Zen-mester megnyilvánulásait, ez hiba lenne. Nem magyarázzuk, nem megérteni kell, hanem meglátni kell, és egyé válni vele. A koan praxisunk, Szungszán Zen-mesternek legyen hála, rendszer szerű, és a szerűt azt aláhúzom. Amikor belépsz az interjú szobába az elvonulások alatt, akkor szembe találkozol egy nagyon-nagyon érthetetlen, csak egy picit érezhető praxissal. Mégis visszatekintve azok, akik már ezt csinálják egy darab ideje, azok tudják, hogy bizony visszatekintve érthető. Előre tekintve nem. Az elméd nem tudja megfogni a megoldásokat. A megoldásokat visszatekintve már értelmezheti, ha éppen olyanja van. Aztán rájön az ember, hogy ez lehetséges, de nem szükséges. Úgy képzeld el a koan praxist, mivel rendszerszerű, hogy szépen a legkönnyebb, nehezebb, még nehezebb, legnehezebb, és az elgondolhatatlanul nehéz, hogy szépen sorba van rakva, azért, hogy mint a lépcsőfokokra felléphess. Ha úgy csinálnánk, mint Koreában, Kínában több száz évvel ezelőtt, akkor te kapsz egy koant, általában szerzetesek, szerzetesnők voltak ilyen helyzetben, világiak nem nagyon, és azzal te 10 évet eltöltöttél. És amikor valami pattan, valami megoldás megjelenik, úgyhogy ez a belső változással, a felébredéssel valami módon párosul, akkor te rohansz az emmesterhez, és leborulsz háromszor, és kéred, hogy ellenőrizze le a megoldásodat. Hát ezzel a módszerrel nem sok tanítványunk lenne, és a tan előbb-utóbb elveszne. Túl magasra raknánk a lécet, és nem egy lépésben kell nulláról 100%-ra ugrani, mert az nagyon sok ilyen hiába való próbálkozást eredményezne. Épp elég az a frusztráció, amit a rendszer szerű koan praxis közben tapasztalsz. Ugyanis úgy van összerakva a módszer, hogy eleinte te józan paraszt észsel kitalálhatod, de csak a legelejét. Körülbelül olyan ez, mint a váltófutás. Az első versenyző a kognitív, az értelmi intelligencia kezébe veszi a botot, hogy ő okos, és okosságában ő rohan. Aztán kiderül, hogy pár interjú után ez már nem elég, és kell az érzelmi intelligencia, és akkor átadja a stafétabotot, és ez a finomabb, sokkal lágyabb, sokkal jobb felfogást adó érzelmi intelligencia már az viszi. Aztán egyszer csak az is működésképtelenné válik egy bizonyos helyzetben, és akkor az intuitív, az SQ-nak, a spirituális kvóciensnek kellene átvenni a stafétabotot, és ez már csak gyakorlattal és tapasztalattal megy. Aki a zen kör stációit ismeri, az pontosan tudja, hogy miről beszélek, de ez most egy önálló tanítási vonal és téma, úgyhogy a zen kört azt javaslom megnézni és meghallgatni. Több példányban fent van, ugyanezen a csatornán, ahol ezt is látod. Hol mond csődöt az érzelmi intelligencia? Felolvasom azt a koant, amire a legkeményebb reakciókat kaptuk eddig, érzelmileg. 32-es, mensd meg! Egy reggel Namcsón zenmester hangos szúra lett figyelmes a templomban. A nyugati és a keleti zenterem szerzetesei vitatkoztak egy macskán. A zenmester megragadta a macskát, elővette fogadalmi kését, és rákiáltott az egybegyűltekre. Szerzetesek! Mondjatok egyetlen igaz szót, és megkímélem a macska életét, ha nem, megölöm. Senki sem tudott válaszolni. Erre Namcsón megölte a macskát. Este, amikor Juju visszatért a templomba, meghallotta a történteket az zenmestertől, mire levette cipőjét, a fejére tette, és kiment a szobából. Erre Namcsón így szólt. Bizony, ha akkor itt vagy, megkímélhettem volna a macska életét. Kérdések. Namcsón így szólt, mondjatok egyetlen igaz szót. Ha ott lettél volna, hogyan válaszoltál volna? Juju a fejére tette a cipőjét, és kiment a szobából. Ez mit jelent? Miért szegte meg fogadalmait a kiváló zenmester? Kommentár. Namcsón, Juju és az összes többi szerzetes már halott. Csak a macska nyávog. Miau, miau, miau. Hát körülbelül ilyen szemekkel néztek rám a
tanítványok, amikor ezt a koant kapták, és nem véletlenül, mert ez úgy mindent üt. A buddhizmusról való összes eddigi ideádat, az emmesterről való összes eddigi elgondolásodat, a macskákról való összes előfeltevésedet, hogy nekik milyen életük kell, hogy legyen, ezek mind a te érzelmi és értelmi reakcióid. Ezek nem mentik meg a macskát. Hát hogyan teszed félre a saját zajodat, a saját elmebéli reaktív gondolkodásodat és érzéseidet, és hogyan mented meg a macskát? Az igaz szó itt a megvilágosodott tudat kinyilvánítása, akár szóban, akár tettben, ki tudja, amely meggyőzi az emmestert arról, hogy megmentse a macska életét. Hogyan tennéd ezt? Hogyan nyilvánítanád ki megvilágosult tudatodat? Itt a fejre teszi a cipőt, az egy nagyon régi kínai szimbológia, amikor valaki gyászol, valakinek a halálát elismeri és meggyászolja, akkor a fejre teszi a cipőjét és kimegy. Kicsit hasonlít a magyar idiómához, amikor azt mondja, hogy valaki a fűbe harapott, vagy alulról szagolja az ibolyát, ugyanezt jelzi ez, csak nem szóban. De ez természetesen nem válasz a kérdésre, különben nem mondtam volna el. Tehát ezek a koanok olyanok, hogy se értelmi, sem érzelmi mintázataiddal nem tudod megoldani. De miközben a kísérleteket teszed, az összes karmát kijön. És aki nagyon együttérző szemmel néz rám most a hallgatóság soraiból, az azt jelenti, hogy rövidebb, hosszabb ideig ezt próbálta, akár egy hétvégét, akár 10 napot, akár 90 napot ott töltött nálunk, és rendíthetetlen bódhidarmai elhatározással ült a dharma teremben, és jött a dupla csengő hallatán az interjúszobába. Ez az a dharma küzdelem, amikor mester és tanítvány tudata találkozik, szemben áll, és ha kell, csattan. Ha kell, nagyon lágyan reflektál. Ha kell, akkor kap tanítást, ha nem kell, akkor csak csendben távozik. Tehát a koan az az igazi önvalód működésbe hozása, az intuitív tudat működés elérése, az intuíciód igazi önvalód működése ebben a pillanatban. És idáig tart az, ami érthető belőle, az összes többi tapasztalható. Úgyhogy szerencsére a könnyűvel kezdünk. Tehát most ebben a teremben nagyon sokan tudnák a választ arra, hogy mi ennek a botnak a buddha természete, vagy mi ennek az órának a buddha természete, vagy mi a mikrofon buddha természete. Ezek egyszerű és világos kérdések. És szépen föl lehet építeni azt a működést, ami sokkal inkább egy instrumentális tanuláshoz hasonlít, a tapasztalat általi tanuláshoz, az eszközös tanuláshoz, semmint egy elmebéli rendszer felépítéséhez. Hát onnan lehet tudni, hogy az egészleges válaszok nem a karmádból keletkeznek. Használod a gondolataidat, de nem a gondolati szokásaidat, mintázataidat. Használod az érzelmeidet, de nem az érzelmi berögződöttségeidet, szeretem, nem szeretem tudatodat. Úgyhogy ezért a koan praxis rendkívül nagy kihívás, rendkívül tisztító, és épp ezért nem tartozik a kellendő fogyasztási cikkek közé. Nem egyértelműen közérzetjavító hatása van, bár egy idő után jobban érzed magad tőle, hogy a saját dolgaidat a praxis segítségével kipakolod magadból. Mint minden készség elsajátításakor, egyetlen dolog a fontos, csináld. És ezt tanítóval való küzdelem nélkül, az elvonuláson tett erőfeszítés nélkül nem lehet. Úgyhogy kívánom mindenkinek, hogy a tanulmányait akár online, akár offline folytassa, és egyszer szülessen meg benne a maga természetes folyamatában az a döntés, hogy igen, most megcsinálom. Most elmegyek akár az eredeti fény zen templomba, akár a kővágóőrsi szentélybe, amely a Tiszta Föld zen közösségnek a friss, megnyitott, fantasztikus temploma, hogy ott gyakoroljon. És csináljuk. Az a fontos, hogy tapasztalati úton haladjunk az úton. Ekkor sikerül a karmánkat hátrahagyni, és ténylegesen segíthetünk magunkon és másokon. Honnan tudod, hogy ez bekövetkezik? Csak onnan, hogy nem ugyanazokat a köröket rovod,
Nem ugyanazok a problémák ismétlődnek. Nem ugyanazon a kapcsolattípuson rágódsz mindig, hogy miért ilyen embereket vonzok be magam mellé állandó jelleggel. Hogy egy, kettő, három, mint hogyha ilyen klónokat szednének ki különböző ilyen szarkofágokból párkapcsolat helyett. Vajon miért? Tehát amikor a karmád változik, akkor te is változol, akkor a világod is megváltozik, és a kapcsolataid is megváltoznak. Ezt csak úgy tudod elérni, hogyha egészleges, teljes értékű választ adsz a kérdésekre. Na, a Cohen ezt megtanítja neked. Tehát ahol dualisztikus értelem és érzelem működik, ott teljes értékű választ nem tudsz adni, mert nincs meg a nem dualisztikus tudat tapasztalata. És hogyha az egyből, az egységből jön a válasz, akkor az egészleges. Akkor az egység helyreáll. És akkor a probléma nem jelenik meg újra, mert helyesen válaszoltad meg. Helyes megoldás született. Visszafordítva, ha újra megjelenik a probléma, átalakult felszínnel és ugyanolyan mély szerkezettel, akkor nem adtál helyes megoldást a kérdésre, mert még belül azonosságtudatként ott van. Újra termelted, újra teremtetted, és ehhez belül kell változni, ahhoz, hogy kívül változás legyen. Másképp nem megy. Kinek van kérdése? Én azt szeretném megkérdezni, hogy a düvel kapcsolatos a kérdésem, és azt hiszem, hogy gyakrabban kapod meg ennek a kérdésnek az ellentétjét. Tehát, hogy úgy érzem, hogy nehezen jövök indulatba mondjuk, és hogy ez motiváció szempontból talán problémát jelenthet. Tehát, hogy biztos, hogy helyese az, hogyha ezeket az indulatokat teljesen nem elnyomom, hanem hogy megszüntetjük. Vagy... Ha elnyomod, akkor már indulatba jöttél, csak visszanyomtad. Igen, tehát akkor ha nem hagyjuk megszületni. Ha megszünteted, akkor már keletkeztek azok az indulatok, csak nem, te hogy, nem. Kihúztad a dugót a falból. Nem arról van szó, hogy nem hagyom megszületni, hanem hogy nem születnek meg bennem ezek az indulatok vagy érzések. Tehát úgy érzem, hogy ettől alul motivált vagyok, vagy tehát túlságosan szemlélődő, és ettől mondjuk a hétköznapi életben a kreatív energiáim mondjuk úgy alul működnek. Tehát a kreatív energiák és az indulatok számodra egy közös tégelyben nem, vannak? Hát úgy látom, hogy akiben ezek az indulatok jobban... Most magadról. Sokkal jobb. Az akiben az egy abstrakció. Most wikiben, nem jó, akiben. Hát, tessék. Tehát az, hogy mondjuk a dű távol áll tőlem, ez a cselekvésben a motivációt nem biztosítja sokszor, úgy érzem. Szerinted tehát, milyen cselekvésnek lehet a motivációja a dű? Hát az ember tehet magáért, vagy mondjuk azt gondolom, hogy ha nem támadná egy tigris az utcán, akkor én úgy elnézegetném, és hogy nem ne a tigrisről tehát, beszélj, így... hanem a fejléces levelekről, amiket ki kell bontani. Azok is tudnak akkorát harapni. Konkrét kérdés kell. Nem találod magadat elég érzelmesnek, vagy indulatosnak? Mi hiányzik? Mondjad. A cselekvés. Tehát például azt gondolom, hogy hiába gondolom azt, hogy a zöld kérdések fontosak, tehát a környezetvédelem, tehát velem biztos nem fog senki rendszert váltani, vagy nem fog kimenni az utcára, és tevékenyen részt venni abban, hogy változzanak a dolgok. Miért tehát, hogy gondolod ezt? Na, ez egy önkorlátozó gondolat. Ez egy önkorlátozó. Nézd meg Greta Thunberget, azért elég magasra vitte, csak odaüt péntekenként a svéd parlament elé. Nézd meg, hol van most. De ő haragszik. Nem. Neki most volt egy haragos beszéde az Egyesült Nemzetek Szervezetében, de ő nem haragszik. Ő demonstrálja azt, amit mindenkinek tudni kéne. Azt, hogy milyen érzelmi töltettel teszi ezt, az az ő dolga. Nézd meg, milyen falakat kell áttörnie, hogy kikkel áll szemben. Tehát tedd, amiben hiszel, mert amire energiád van, abban hiszel. És amiben hiszel, csak arra van energiád. Nézd meg, hogy okozatiságban ez mit jelent. El lehet jutni Szent Ferenci magasságokig azzal, hogy tényleg azt teszed, amiben hiszel, és valami transzcendens vezércsillagod van. Itt nem az a kérdés, hogy van-e szikra. Itt az a kérdés, hogy lesz-e belőle fény, ami tartósan ott világlik. Az útra nem rálépni nehéz, hanem végigcsinálni. Hogy ugyanabba az irányba menj 20 évvel később is. Úgyhogy nézd meg, hogy miben hiszel, és az legyen a motivátor, és nem valamilyen érzelem.
Az érzelmek azok így jönnek és mennek. De a hit az egy teljesen más alap. Egyéb kérdésed hátul? Kapcsolataimban én is bevonzok bizonyos típusú karaktereket, ezt mondtad az elején, hogy ugyanazokkal találkozunk, amíg nem adunk helyes választ. Hogy lehet egy pszichopatára nem dualisztikus választ adni? Hátrébb lépsz két lépést, és utána balra el. 20 éve együtt voltam vele. Vagyok vele. Vagyok, vagy voltál? Gyerekeink vannak, és vagyunk. Most már megyünk külön. De mi lett volna a helyes válasz? Nem akarok még egy ilyet bevonzani. Rengeteg mantra praxis, ami a tudatalattidban az érzelmi archetípusokat átalakítja. Tehát az együttérzés mantra ilyenkor azért jó, mert mindenen átmegy, és minden érzelmi karmát fel tud oldani. És meg fogod látni, hogy a benned lévő vágykép, ami mondjuk egy következő partnert be fog vonzani, az át tud alakulni. És hogyha ez a belső változás megvan, akkor a következő nem ugyanaz lesz. Köszönöm. Szívesen. Általában nem szoktuk szeretni a mulandóságot, feltételhez kötöttséget, és a tökéletlenséget, azaz befejezetlenséget. De a karma ilyen, és amíg azonosulsz a karmáddal, addig ezek a törvények téged sújtanak. Mihelyt nem azonosulsz a karmáddal, ezek a törvények a te oldaladra állnak, mert képes vagy a változásra, beláttad magad és mások tökéletlenségét, ezért nem kéred számon senkin sem, magadon sem, hogy tökéletes légy, és belátjuk a kölcsönös függés tényét. És inkább egymástól függjünk, mint valami szertől, ez nem a kapcsolatfüggés reklámozása, hanem az, hogy belátjuk, hogy emberi társadalomban élünk, és szeretett kapcsolatra vágyunk, és az egymástól való függés minél magasabb szinten kéne megélni. Ez nem a ragaszkodások elmélyítése, hanem pont a fordítottja, az autonómia tapasztalata és autonóm alapon való együttműködés vagy kapcsolatteremtés. Hogy ne egymásba harapjunk, és ne egymástól vegyünk el, hogy lehújjunk az őszi avaron, hanem egymásnak tudjunk adni, és egymást tudjuk emelni. Ez az autonóm vagy autonómabb lelkek találkozása. Amíg a belső autonómiád nem változik, addig egy nagyon hasonló valakit fogsz bevonzani. Hát abban ugyanazok a szintek jönnek egymáshoz. Persze vannak aszimmetriák, de ezek kiegyenlítődnek nagyon hamar. Úgyhogy ha te változol, akkor a bevonzott kapcsolatok is változnak. Ez biztos. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogyha az embernek mondjuk van egy másfél órá ideje arra, hogy pontosan ezen a területen foglalkozzon, akkor érdemes a meditációt adott esetben 50 percről kihúzni, vagy esetleg próbáljuk meg kisebb szakaszokban eltölteni, mondjuk egy mantrázással vagy leborulással. Vagy... Van másfél órád naponta? Nincs, de ha van, akkor szeretnék kérdésre. Hogy csinálod ezt? Nincs kutya, nincs gyerek, nincs párkapcsolat, lazán mész munkába. 80%-a megvan. De gyakorlatilag, hogyha sikerül mondjuk egy másfél-két órát csak erre teremteni, akkor milyen útat érdemes járni? Leborulás, éneklés, ülés. Ez a három praxis típus, ami nagyon jó. Leborulás az fizikailag, energetikailag megpörget, olyan, mint amikor jeget törsz, jó vastagat. A mantra praxis olyan, mint amikor a jeges vizet felforralod, és az ülés olyan, mint amikor a szél elfújja a fellegeket. És mind a háromra kéne időt szánni, mondjuk 108 leborulás reggelente, az nagyon jó. Utána legalább a három szútra, szívszútra magyarul, koreaiul és a nagy együttérzés dárani. Ekkor már eltelt kb. Fél óra ezzel, és javaslok egy 30 perces ülést utána, egy olyasféle módszerrel, amit a tanítóddal kidolgozol. Meg kell beszélned a tanítóddal, hogy pontosan mi az, amit javasol kezdésnek. És akkor ezzel sikerül egy jó reggeli behangolódást elérni. Innentől kezdve, hogyha akarod nyújtani bármely gyakorlattípust, lehet 2x108-at, lehet több nagy együttérzés dáranit, szívszutrát nem kell ismételni egymás után, vagy pedig többször 30 perc, vagy egyszer 40 perc, vagy 50 perc ülés. Fontos, hogy ne csináljunk belőle bajnokságot, hogy hú, de jó, kibírtam. És másnap pedig semmit nem csinálsz, mert kitűzted a plecsnit a mellkasodra. Úgyhogy a mindennapi gyakorlásunkat tegyük meg, és akkor előre megyünk szépen az úton, és hozzuk egyensúlyba az egyéni otthoni, és a helyi csoportos, és a templomi haladó elvonulást. És
És hogyha ez a három egyensúlyban van, akkor tényleg tudsz haladni. Egy kérdés ehhez, amit most mondtál, hogy tulajdonképpen, mert a koanpraxis nem soroltad ide, anélkül is lehet azért haladni az úton? Lehet haladni az úton, akkor az élet koanjaira kell válaszolni, azokra a kihívásokra, amelyek a gyakorlat által kicsit intenzívebb tapasztalt karma következményei. Ha elkezdesz belül forrni, akkor az élet is egy kicsit forróbb lesz. A gyakorlás az mindig a karma tapasztalatának az intenzitását hozza, mert jobban látsz, jobban élsz, erősebb a pillanat és a lélek tapasztalat, és ez erősebb kölcsönhatásokat hoz. Megfigyelted azt, hogyha kitűzöl egy célt, mondjuk válj valakivé, egy olyan személyé, akivé lenni szeretnél, mellette elkerülhetetlenül megjelenik az a személyiség, amitől félsz, amit semmiképp se szeretnél válni, ami ott van, mint árnyék, és föléd magasodik, hogy ez is lehetne, csak egy mozdulat, csak itt írd alá, és ne ott. Úgyhogy a koan, mint megoldhatatlan, de mégis megoldható, az megjelenik, akár az interjú szobában, a történetekkel, akár az életben, a kapcsolataiddal, a munkáddal, természetes módon. És a tapasztalatom az, hogy jó, ha az ember laboratóriumi körülmények között ki tudja ezt próbálni, mert az interjú szobában büntetlenül hibázhatsz, sőt, valamire való tanító soha nem ítél feletted azért, mert nem tudsz megoldani egy koant x napig, hétig, hónapig vagy évig. Te ugyanolyan buddha természetű emberként lépsz oda be, és minden interjú az első interjú. Ez a tanító helyes hozzáállása. De az élet nem ilyen. Az életben kőkeményen büntetik a hibát, és egy rossz döntés, és évekig takarítasz utána. Tehát ebben a teremben mindenki élt annyit, hogy tapasztalja ezt. Tehát igen, lehet formális koanpraxis nélkül, de ha már főtalálták, és itt van az ember benne, akkor érdemes igénybe venni egy cseppet, mert nem leszel te ettől valaki különleges, vagy más, mint aki szeretnél lenni. Úgyhogy vagy így, vagy úgy, de a kihívásokra és az élet megoldatlanságaira válaszolnunk kell, mert elébünk kerülnek, és akkor azok a kérdések feszítenek, és nem ami a könyvben van. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Még egy kérdést feltennék, jó? Ide is kapcsolódik, illetve a tegnapi esti beszélgetéshez, hogy tulajdonképpen egy módszer kialakítható arra, ítéletalkotó, véleményformáló gondolkodásra gondolok. Most ugye nyilván, ahogy itt ülünk most ennyien a teremben, ez percről percre fejekben felmerülhet, mint a reflektáló gondolat a te mondataidra, hogy mi történik akkor a gondolatokkal, amikor, tehát én ezt észreveszem, ugye, mert talán az a haladás első foka, vagy nem tudom, hogy észreveszem, ahogy ez meg akar nyilvánulni. Meg tudom ezt állítani, vagy persze, hogy meg tudom állítani, de eredmény érhető el ezzel, hogy észreveszem, ott van, de feljön újra, de feljön újra, de feljön újra. Előbb-utóbb elfogy. Honnan jött? A az a sok gondolat. Igen. Honnan jöttek? Hát nyilván a karmámból, a készítetésből. Honnan jön a karma? Én teremtem. Azt mondod, hogy én teremtem. Ez így van. De mi teremti az ént? Ez már jobb. Tehát, hogyha a csend az a nem tudható tapasztalatává letisztul, akkor egy olyan tudatot érsz el, amiben még nincs gondolat. Vagy már nincs gondolat, ahol az alfa és az omega találkozik. Ebbe a tudatállapotba érdemes visszatérni, és akkor az összes teremtés, az összes karma, az összes gondolat elkezd a helyére kerülni, mert ez a látó. Tehát azzal, hogy látom, már leválasztottam róla, mert nem az arcomon van, hanem előttem van a tükörben. Amíg azonosulok vele, addig nem látom. Amit látok, azzal már nem azonosulok. Legalábbis nem teljesen, mert rá láttam. A látás, a vidya, az tényleg a megoldás. A megvilágosodott tudat, a helyes tudatállapot. És innentől kezdve a meglátás, a leválasztódás, a nemazonosulás, az teljesen közös nevezőn van. Ne a kezdetét és a végét keressük, mert eredetileg nincs kezdete és nincs vége, hanem ebben a pillanatban lássunk tisztán, és szüntessük meg az illúzióteremtést, a helytelen azonosulást, az önkép teremtését, és akkor leszünk a helyünkön. Egyébként megnyugtatásként csak annyit, hogy a Buddha
az anyagi világ kezdettelen és végtelen áramlásáról beszélt, és benne a mi karmánkkal. Tehát nem kell aggódni, hogy hány inkarnáción keresztül fogunk még ide járni, csak mindegyikben világosodjunk meg, nem lesz az a probléma. Jó? Mivel tácsizom, ezért a Tao-nak a tanításait is részben ismerem, és azt szeretném tudni, hogy a Zenben a Tao mennyire van jelen, hiszen a nagyon középső tantjénről beszélsz, de ott pedig a három tantjén fontos. Itt az alsó tantjén, az alsó égetőről van szó, a középső, a Sennel nem. Napfonat és a felső a szívcsakra. A Zen nem foglalkozik a napfonattal és a szívcsakrával külön. De az alsó égető azért fontos, mert ez az az energiaállapot, ahol még keletkezés előtt van, differenciálódás előtt van a lényeg. Mentális és fizikai differenciálódás előtt. Hát ezért hívják Maha Mudrának, vagy Kozmikus Mudrának, mert a világ lényegét és a te lényegedet így tudod közösen tapasztalni, mely ugyanaz a lényeg. És egyéb dolgokban inkább a gyakorlati része az, ami bekerült így az ember, nem? Hát ez is az volt. Igen. A tantien praxis is elég erőteljes gyakorlat. Igen. Csak itt az elmére nem támaszkodik, az elmének a működése az egy idő után nagyon finom, spontán, valami magasabb szintűbe belesimuló működés lesz. Tehát nem egy újabb buddhista konstrukciót hozol itt létre, és megpróbálod behajtani a valóságon, és magadat abba beleszuszakolni, mint hamupipőke nővérei ugye a cipőbe. Tehát az előbb-utóbb véres lesz, az nem. Úgyhogy taoizmus és buddhizmus egyéválásából keletkezett a zen. Tehát rengeteg taoista költemény és zen költemény ugyanazt az érzetet kelti. És vajon a koanok is erről szólnak? Hát bizonyos koanok erről ráéreztem, mert pont most jutott egy eszembe, és ezt szívesen felolvasom. A megvilágosodás természete. A felső birodalmakban vannak a buddhák, alattuk a létesülés hat világa. Egytől egyig minden jelenség teljes. Egytől egyig mindenben megvan. A por és a lényeg áthatják egymást. Már mindenben nyilvánvaló. Megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Értsd meg, láss rá. Egyszerű, világos. Látod? Hallod? Már tisztán látsz. Már tisztán hallasz. Ez a bot. A hangja és a tudatod azonos vagy különböző? Ha azt mondod azonosak, 30 ütést kapsz. Ha azt mondod különbözőek, akkor is. Miért? Ha! 3×3=9. Kérdések. Hogyan tartod meg a tiszta térszerű tudatot? Értsd meg, láss rá. Egyszerű. Világos. Ez mit jelent? Mit jelent az, hogy 3×3=9? Kommentár. Tavasszal sok virág nyílik. Nyáron zöldelnek a fák, őszre megérik a gyümölcs. Télen hideg van. Kezdetben 4 lábon, azután 2 lábon, utána 3 lábon, végül egyetlen lábon sem. Ezek mit jelentenek? Érted? Ha nem, kérdezd meg a kőleányt. Nagyon szép választ fog adni. Hát minden, amit a költeményben te természeti képként hallottál, az a nagyon lágy, de nagyon átható atmoszféra, amit éreztél, az mind taoista hatás. Nézd meg taoista tusrajzokat, olvassál kínai 4 soros költeményeket. Ez már a buddhizmussal egyben van. Azért olvastam fel, ez egy tanító vers. Úgyhogy masszívan áthatja egyik a másikat. Tehát a taoizmus és buddhizmus találkozása és teljes szinergiája a zen maga. Mivel annyira közel van a természetességhez és a természethez ennek kapcsán, azért ennyire elfogadható sokkal több ember számára, ma nem? Nézd, egyrészt tényleg elfogadható, különben nem ülnénk itt, másrészt igen, sohasem lesz tömeges, mert azért a természetet, a működés mindig ugye az önvalónk működésére szeretné visszavezetni, és ez megy is, csak elég munkás, elég sok vele a munka, a gyakorolni való, a tapasztalni való. Jó, hát nem gondolom, hogy de a természetesség az ott van, mert
Általában nem rendszerszerű és nagyon bonyolult tanokat tapasztalsz zenként, hanem valami egyszerűt, világosat, tisztát. És az egyszerű és tiszta, ez tükrözi azt a mérhetetlen, de nem személyfüggő intelligenciát, amivel a természet rendelkezik. Igen. Köszönöm szépen. Szívesen. Tiszta, tükörszerű tudatot hogy kell elképzelni? Egyszer csak sehogy. Ha elképzeled, az már nem az. Ami elképzeli, az az. Tehát ne képzelj el semmit, és amikor nem képzelsz el semmit, akkor van meg. Tisztán látod, hogy a fal vagy színű, és a padló pedig szürke. Ez az, ami látja a képet. Ez az, ami elkészíti a képet, tehát önmaga nem kép. Ezt csukott szemmel látja? Tükröd a fürdőszobában függ attól, hogy van-e előtte tárgy vagy sem? Nyilván nem. Hát akkor csukott és nyitott szemmel ez ugyanúgy működik. És a tükörbe nem ég bele semmi. Most gondold el, hogy este hazamész, kinyitod a fürdőszobát, és még mindig a reggeli képed ott van benne. Az eléggé problémás. Most gondold el. És olyankor megjelenhetnek kérdések, amire kapsz választ? Megjelenhetnek kérdések, és hogyha nem indul be az elme dualisztikus működése, és nem elemzi szét, és nem tereli el a figyelmedet, és nem visz el a vidámparkba, akkor bizony születhet rá válasz ebből a tiszta tükörből. Semmi másból. Tehát amikor tárgyas meditációt folytatunk, akkor előtte rengeteg tárgyatlant kell ahhoz, hogy tisztán lássuk a tudat tárgyát. Az egyik meditációs módszerünk ugye a nagy kérdés feltétele, hogy mi ez? Mi ez, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, érez a szívemmel, gondolkodik az elmémmel, és bennem kimondja azt, hogy én. Angolul azt mondja, hogy I, ugye? Németül azt, hogy ich. De ha ez a tükör nem tiszta, a dualitások előtti nem gondolkodó, térszerű, tükörszerű tudat nem válik szilárd tapasztalássá, hogy sajnos összetévesztheti magát az elé került tárgyal. Mondjuk azért, mert megszerette, vagy meggyűlölte. Mind a kétféle összetévesztés halálos, mert vaksággal jár. A tárgyas meditációt úgy kell folytatni, hogy akkor a kérdés nem az alanyra, az eredeti tudatra irányul, hanem arra, hogy mi ez? Ez a kínod. Valami miatt ez nem jó neked, vagy túl jó neked, ami szintén nem jó neked. Mi ez? Honnan jön? Miből táplálkozik, és mit táplál? És ehhez már kell a tiszta tudat, nem gondolkodó, nem elemző, nem dualizáló tapasztalata, hogy engedd a tükröt működni. És akkor a puzzle darabok szépen elkezdenek a helyükre hullani, és azt is ki kell bírni, hogy meglátod a valódi ok és okozat működését, és nem azt, amit szeretnél. Nem a várt eredmény születik, ugye? Hanem ahogy tényleg működnek a dolgok. És hogy mi ez, honnan jön, és pillanatok alatt elkezd működni az ok és okozat helyes látása külön elmetevékenység nélkül. Külön világkép és önképalkotás nélkül. Tehát eredeti arcodat látod meg, mert megszűntél maszkírozni magadat. Úgyhogy a tárgyas meditáció az csak ezzel a tiszta tudattal, a nem dualizáló és nem polarizálható tudattal képzelhető el. Miből táplálkozik az a jelenség, és mit táplál? És a látás által helyükre kerülnek a dolgok. De nem csak tárgyon lehet meditálni, nem? Hanem... Az a tudattárgya, ami nem egy ilyen dolog, ha lehet fogalom egy érzelem, is lehet egy gondolat, bármilyen képzet. A tudattükre elé bármilyen képzet kerülhet, mert az nem önmaga. Mi teremtettük, de hát ez abban a pillanatban, hogy megteremtetted, ez már nem azonos veled. Teljes szabadsággal és felelősséggel viszonyulunk a teremtéshez, de mihelyt a gyár megtermelte azt a terméket, viseli a garanciális felelősséget, ugye, de az már nem a gyár. Azt már elvittük az üzletbe, azt eladják. A gyárat nem adjuk el, a terméket adjuk el. És a tükörben a saját önvalónk az hogy néz ki? Amikor hazamész a tükörben, mit látsz? Hát nyilván ezt a pofát, ami most van nekem, de amúgy... Azonos vagy a testeddel? Nyilván nem. Akkor mit látsz a tükörben? Egyik mélyebb kérdésem az lenne, nem tudom, ez most idevaló, vagy egyáltalán ezt meg tudnám érteni, hogy a valóság az, amit a tudatunk teremt, ugye.
amit közösen teremtünk egymásnak, mert itt lesz ez izgalmas. Amit a te tudatod teremt, az a tiéd. De amit közös valóságként tapasztalunk, azt mi teremtjük egymásnak. Na, innentől kezdve érdekes lesz, mondjad. Ez a tudat, ami ezt teremti, ezt a valóságot körülöttünk, ezt a tudatot mi teremti? Nagyon jó. Honnan jöttél, amikor megszülettél? Anyuból. Az onnan a test, a lélek honnan jött? Hát egy transzcendens világból gondolom, a karma. Gondolod, idehozott. Amit gondolsz, azt félretettük. Mi az, amit tudsz, vagy tapasztaltál? Van olyan? Nem tudom. Nem tudom. Abszolút. Sikerült az elme működését legalább egy pillanatra fölfüggeszteni, és innentől kezdve látod a teremtő mozdulatot, hogy ami ezt megtöri, az mi? Ami a csendből megszólal, az mi? Ami a teremtetlenségből létrehozza ezt, az mi? Ezt nem lehet elmondani, csak tapasztalni. Minden, ami megjelenik és eltűnik, az karma. Ezért van az, hogy a lélekben állandó komponens nincs. De te, mint létező, felépültél. Felépültél vagy testből, lélekből, a lélek áll elméből, érzelmekből, múlt, jelen, jövő képzetéből, emlékekből, jó és rossz gondolatokból, stb. Ezeknek egy darabja sem állandó, változtathatatlan vagy befejezett. És éppen ezért a lélek eredeti nem létezéséről, vagy a karma eredeti nem létezéséről, hanem teremtett mi voltáról beszélt a Buddha, de a Buddha nem nihilista volt, ezt nézzük meg jól, hanem realista volt. Ez egy tudatunk által teremtett világ, beleértve a mi saját létünket is. Hát honnan jönnek a gondolataink és az érzelmeink? Ezt kéne tapasztalni. Mert akkor a teremtőt is tapasztalod. Lábjegyzetként, hogy minden tételes vallásnak van egy olyan elmerevedési, elkövesedési fázisa, amikor abszolút értékű nézeteket akar behajtani az emberekkel, hogy ezt így, ahogy van, hidd el, és ne kérdezz. Amikor kérdezel, akkor a valóság relatív természete megjelenik. Amikor az abszolút nézeteket elkezded behajtani magadon és másokon, akkor dogmatikussá válsz. Tehát amikor az abszolút énről és az abszolút létről van szó, mint megnyilvánultról, akkor előbb-utóbb valami elkezd megcsonkulni, az életszerűségét elveszteni, megfagyni, és változtathatatlannak tűnni. Holott minden, ami megjelenik, az eltűnik, minden jelenség változásnak van kitéve. És éppen ezért nincs az a született világlélek, amelyik a születésben változtathatatlan maradna. És ezért az éntelenség tana nagyon sokféleképpen értelmezhető. Az egyik a saját egoitásunk eredeti nem létezése, hála légyen, mert képzeld el, hogyha abszolút egóval bírnánk, és azon nem lehetne változtatni. Szerencsére nem így van. Az egoitás nem önálló létező, az is a tudatunk által teremtett valami. A személyiség abszolút nézetének a felállítása. Ekkor az egó megszületett. És mihelyt a saját magadról alkotott abszolút nézetvilág eltűnik, ez azonnyomban megmutatkozik a viselkedéseden, a hozzáállásodon, és az egoitás eltűnik, de marad a személyiség. Nagyon fontos. Ugyanez makroszinten, hogy a világlélek, mint a legfensőbb attribútumokkal bíró istenség vagy Isten halmaz, attól függ, hogy hogyan nézed, mihelyt ezek a tulajdonságok abszolútak és változtathatatlanok, és van egy ilyen nagyon színes panteon és kőbe van vésve, azon nyomban az attribútumok alatt elvész a lényeg. És ezért mondta a Buddha, hogy az átma Brahman eredetileg nem születik, nem lép be a létkörforgásába. És ezért nem létező, mert nem születik. Nem születhet, mert akkor az már egy teremtmény. Az már egy születésben és halálban körforgó jelenség. Tehát az anátman az nagyon sok szinten teljesen kihúzta a talajt az akkori és a mostani abszolút nézetvilágú hinduizmus, vagy egyéb ilyen keleti tan alól. Mai napig a buddhizmus nem népszerű Ázsia egyes részein. Hát, amikor te használod a lélek kifejezést, akkor azt azért használod, mert te nyugati kultúrában ez egy ismert fogalom, és ebbe úgy valahogy tudunk kapaszkodni? Igen, ezért. Hogy nehogy azt hitt, hogy egy lelketlen tanítást kaptál. Segít az önmegismerésben, sőt, segít letisztázni azt a
filozófusonként és profétánként különböző lélekfogalmat, amit európai kultúránk így könyvtárs számra egymásra halmozott. És 100 évenként nézd meg az elmúlt 2000 évet, hogy milyen lélekfogalom van. Hát eléggé bele lehet veszni. Olvasd át! Tehát ebből a szempontból a zennek ez a világos, törölmetszett, strukturális tana, hogy mi a test, mi a lélek milyen komponensekből áll, ez kristálytiszta és működik. És van, amit mi ugye szellemnek mondanánk, csak buddha természetnek fordítjuk a zenben, az a látó, amely nem a test és nem a lélek, erre hallhattad azt, hogy nem a hardvert keressük és nem a szoftvert keressük, hanem az operátort. Tehát nem a lelket programozgatjuk újra, és nem a testet hozzuk ilyen vagy olyan alakra, hanem az, ami látja és teremti mindkettőt. Ez kell. Ez a látó kell. Ez a vidya kell. Amely eredetileg végtelen tér, végtelen idő, tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Az amida, vagy mérhetetlen, az a az a fosztóképző, a mitra, méter, mérhető, vagy amitába, amitájusz, teljesen mindegy, hogy hogy ejted, a mérhetetlen, a szóba és formába foghatatlan lényeg megtestesülése, vagy éppen megszemélyesülése, és az a gyönyörű, hogy nincs mögötte valódi személy, tehát nincs, hogy Sákja Muni ott volt. Nem. Az amitábha az egy gyönyörű tárgyasítása annak, ami nem fogható szóba, és nem önthető formába. És ezt minden buddhista gyakorló tudta. Csak valahogy meg kellett mutatni, hogy na, erről van szó. Tehát externalizáltam azért, hogy belül felfedezhessem. Meg kellett valahogy nevezni, formát kellett neki adni, el kellett különíteni a jelenségek miriádjától, ahhoz, hogy belül végre felfedezhessem a maga névtelen és formátlan valójában. Ezért például a klasszikus tisztaföld buddhizmusban van egy ilyen tétel, hogy ha az Amitábha mantrát mondod egész életedben, sőt a halálod pillanatában, és akkor rögtön a tiszta földre mész. Ugye? Na most ez a tiszta föld az nem hektárban mérhető. És nincsen aranykorona fokozata. Tehát az nem valahol van. Mert ha az egy keletkezett hely lenne, akkor az nem lenne a tiszta föld, hanem ugyanúgy alá lenne vetve a keletkezés és megszűnés törvényének, mint minden karma, mint minden jelenség. Ezt így tárgyasították, hogy igen, akkor te a tiszta földre mész, már nem mondták azt, hogy nirvána, hogy a nem keletkező és nem megszűnő. Mahaján a más helyén azt mondják, és belépünk a teremtetlenbe, ezáltal teljesítve legfőbb kötelességünket. Úgyhogy ennyire fontos az, hogy az én fogalom letisztuljon teljesen, és a lélek fogalom letisztuljon teljesen, hogy mi a test, mi a lélek, mi a szellem. Ezzel nem érdemtelen időt tölteni, mert hogyha ez benned nem tisztak, az életed különböző csavarjain sem tudsz rendesen átmenni, nem tudsz helyes döntést hozni, mindig valamivel összetéveszted magad, valaki a megoldatlanságaidat kihasználja, stb. Ha a halálunk pillanatában, mondjuk a klinikai halál állapotában elveszítjük a személyiségünket és az egónkat, akkor megtapasztaljuk a tiszta tükörszerű tudatot? Óvatosan. Klinikai halál állapotában. Hát akkor utána egy kicsivel, nagyon... szóval meghaltunk. Utána egy kicsivel. Kimentünk a testből. De kedves vagy. Tehát már vissza se jöhetünk? Ha nem jönnénk ide, hát hogyha ezt a testet elhagyjuk, na. Olyan állapotra gondolsz, hogy éppen elvágták a húrt, és akkor így, úristen, már nem tudok visszajönni, meghaltam. Ezt szeretnéd? Nem, tehát amikor már elveszítjük az egoitást és a személyiségünket. A kettő nem ugyanaz. Egoitást sokkal könnyebben elveszíted. Elmondom a műhely titkot. Testből való kilépés után egyik sem vészel. Ha az ego elvesznek, akkor a halál által megszabadulnál. Nem vészel. Semmilyen karma nem vészel, csak a testesülés megszűnik, ezért úgy érződhet, hogy egy villástargoncával leemelték rólad a hátizsákot, melynek a tartalmát te megnézheted. Ez a Bardo különböző állapota. Igen, ám csak miután megnézted, rájössz, hogy testetlenül, születés nélkül nem tudsz rajta változtatni, mert te valamilyen testesülés sorozat által hoztad létre az izsák tartalmát. Ahhoz, hogy változtathass rajta, az újra kell születni, és újra a szerszámkészletet elsajátítani. Az nagy munkám, nézd meg egy csecsemőnek a felnövekvését, mire elsajátítja a szerszámkészletet, hogy tudjon rendesen látni, hallani, gondolkodni, tisztálkodni, cselekedni, beszélni. Elég nagy munka, több év.
És ezáltal az a karma, amit nem dolgozott fel, az mind megjelenik. A személyiség is, erre szükség van, az egoitás is, erre nincs szükség. Nem szűnik meg semmi a halál által. Csak a testből léptél ki. Egészen addig mókolunk, amíg egy újabb testet nem sikerül fölvenni. De addig is megtapasztaltjuk ezt a tiszta tükörszerű tudatot? Ha itt gyakorolsz a Földön, akkor amit elértél, az a tudatban realizálódik a testből való kilépéskor. Aki viszont nem gyakorolt, és csak így érzékszervileg rakta a rétegeket egymásra, mint guánót, keményen vastagon, az nem tapasztal semmi ilyesmit. Hát értsd meg, hogy a saját tudattalanod fog manifesztálódni, amikor kizuhansz innen, úgyhogy nem zuhansz vissza. Ami abban benne van, élményként, azonosságtudatként, azt fogod látni. Kozmikus nagyságban. Egyébként ez az egész, amit magad körül térben, időben, tárgyként, jelenséghalmazként látsz, ez tágabb értelemben a te tudattalanod. Nincs különleges, titkos tanítás a nap alatt, elvégzendő munka van. És amíg a szerszámkészlet a kezedben van, addig dolgozzá, mert addig lehet. Amíg van tested, addig használd. Valami helyesre. Mert amikor nincs test, akkor nem tudod használni. Ahhoz kell egy új. És elég nagy munka egy új testet fölvenni, amint azt az előbb mondtam. Azt hiszem, a pécsi előadásodban hallgattam, illetve hát onnan ragadtam ezt ki, ami nagyon megmaradt bennem, hogy a karma nem más, mint információ és energia. És hogy amint kiveszed az energiát az információból, tehát gondolom ez úgy van, hogy egy távolságot teremtetsz, lesz egy rálátásod, nyilván a különböző meditációk, munkák által láthatod, és hogy ez az energia kivétel, ez milyen módokon történhet meg. Használsz navigációt az autóban? Nem. Hát hogy jutsz el innen Budapestre? Csak úgy emlékezetből? Na, tételezzük fel, hogy ott van a navigátor. Igen. Ha nem indítod el az autót, akkor eljutsz a célhoz? Nem. Helyes. Hát hogyha nem adsz energiát az információnak, akkor abból nem lesz jelenség. Tehát ha például egy mozdulatlan tudattal ősz, és az elme nem mozdul ki, nem teremt dualitásokat, akkor az a jelenség, az a film, ami előtte van, az nem kap energiát, és nem valósul meg. Sőt, egy idő után ki fog fogyni a filmszalag. Ez akkor azt is jelenti, hogy ezt meditációban is létre tudom hozni, hogyha ott létrejön ez az állapot? Nem létrehozott állapotot. Tehát tapasztalattá válik az, hogy nem hozod létre a karmát, látod az információt, de nem teszel bele semmilyen duális érzelmet, gondolatot, nem időzítesz, nem helyezed el térben, nem vetíted rá személyre. Ezeket mind nem csinálod. Ez a wu-wei, a nem cselekvés állapota. És egy idő után kifogy a film, mert nem teszel fel újabb tekercset az első mögé. És hogyha az információt és az energiát összerakod, akkor abból karma van. Mint a két komponenses ragasztó. Igen, és ez hogy nyilvánul meg a valóságban, tehát úgyhogy az életben? Kicsit az égéshez hasonlít. De amikor a lángot és a tüzelőt így egybe rakod, akkor felgyullad a tűz. És ezért mondta a Buddha, hogy lángban áll a világ. És mi gyújtott a lángra? A kapzsiság tüze, a harag tüze. Tehát amikor az énség információ tartalma a tudatosságod, energiát kap azért, mert látsz, mert hallasz, mert eszel, mert tapintasz, mert gondolkodsz. Ez közlekedés, ez oxidáció, ezért lélegzel. És ez az az energia, ami a tudatosságot elkezdi felfűteni, amitől cselekszel, és lesz akaratod. És ezek így az életben teljesen normális dolgok, ezekkel nincs baj. Az információ, mint én tudat és világkép, ezzel van baj. Tehát, hogyha rossz helyre megy a tudatosság, az információ, akkor rossz helyre megy az energia is, és ezt onnan tudod, hogy szenvedést hoz létre. Tehát a meditációban, az információból kivonod az energiát, és egy mozdulatlan, világos tudat lesz úgy, hogy nem ad és kap energiát sehonnan. Teljesen kiegyenlítődik. Nem különül el, mint énség. Nincs polaritás, nincs jó vagy rossz, én és más. Ezt a mai bevezető koanban hallottad. És akkor nem teremtesz karmát. Tehát létezik olyan tudatállapot, amely a teremtés előtti, karma létrehozása előtti.
Ezt mindannyian tapasztalhatjuk. Ez a megszabadulásnak az útja. És hogyha beleteszed az érzelmet, a gondolatot, az énséget, az akaratot, a polaritást, akkor abból karma van, mert térben és időben meg fog jelenni, keletkezni fog, oka és okozata lesz, újabb karmákat termelsz, és a többi. És ez, hölgyeim és uraim, olyan gyors, hogy nem szoktuk észrevenni. Tehát ez nem a 24 képkocka per másodperc, ez az 1080 képkocka per tized másodperc. Olyan gyorsan teremtjük a mátrixot, olyan gyorsan rakjuk a tekercseket egymás mögé a saját vetítőkészülékünkben. És amikor a mozdulatlan, nem cselekvő, nem teremtő tudat valósággá válik, akkor kiderül, hogy ez mind-mind lehetőség is, nem kényszer. Ez az úton a választásaid közé tartozik, és nem a sorsod, amit el kell szenvedned. A karmák kijönnek, előző életbeli karmáid kijönnek, és bizonyos elemeken, személyiség elemeken úgy gondolhatod, úgy láthatod, hogy nagyon nehéz változtatni. Ez így van, de minden karmán lehet változtatni. Ami kőkemény énalkotó, ami évtizedek óta veled van, és már ráláttál, már szenvedtél tőle, már szenvedtettél másokat, már nem akarod. Egyetlen egyet tudsz tenni vele, hogy nem adsz neki energiát, mert mint lélek rész, mint személyiség alkotó, ott van. Egyszerűen nem hozod magad olyan helyzetbe, hogy felfűzd, hogy kigyulladjon. Ez azt is jelentheti, hogy kerülöm azt az embert? Tehát felismerem azt, hogy az ilyen típusú emberek okoznak nekem fájdalmat. Ez nem elfolytás? Nem kikerülése valaminek, amit nem belül, megoldok? Nem folytod el, mert belül látod és elismered, és őszinte vagy magadhoz. Tehát te tudatosan nem hozod magad olyan helyzetbe, hogy ilyenek történjenek veled, de belül nem hazudsz magadnak, és nem teremtesz egy olyan önképet, hogy hát ez mégse probléma, velem ilyen nem fordulhat elő. De igen, és ismered a határaidat. És akkor egy idő után a tudat megerősödik, és kiderül, hogy mégis kibírod, ha véletlenül, nincsenek véletlenek, de mégiscsak olyan helyzetbe kerülsz, hogy bizonyos emberek társaságát ki kell bírnod. Csak addigra te már megváltoztál. Tehát ezért kell időt adni magadnak, hogy megerősödj, letisztulj, és ne újra és újra ugyanazt a sebet metzd föl, és hintsél bele sót, és vérezzél, és egyebek, ahol újra és újra a kisebbségi helyzetbe, alárendelt helyzetbe, vert helyzetbe kerülsz. Nem bűn az ilyen embereket kikerülni, akik tudod, hogy verességet mérnének rád. De ha megerősödtél, ha letisztultál, és egy sokkal egészségesebb önbizalmat építettél föl, mint az előtt, akkor egy idő után nem leszel támadható. Mert nem mutatod azt a felületet, amit addig, nem ugyanazt a személyiséget hozod a kapcsolatba, mint addig. Köszönöm szépen. Egy picit visszatérnék a halál témájára. Ha egy ateista ember haldoklik a közelembe, aki nem is igényli az én társaságomat, de a hozzátartozója nagyon közel áll hozzám, és ő sem fogadja el mondjuk azt, hogy a tudat tovább megy, tehát nem szűnik meg. Hogyan tudok segíteni rajtuk vagy rajta? Ilyenkor a hitvilágon már nem lehet változtatni, és együttérzés nélküli magatartás lenne, ha pont most szeretnénk belenyúlni a hitrendszerébe. Tehát add meg neki azt, amire szüksége van. Ez általában jelenlét, együttérzés. És nézd meg, hogyha véletlenül kérdezne, nem szoktak kérdezni, félni szoktak. Akkor hogyan tudod a félelmét enyhíteni, vagy a kérdésére őszintén válaszolni, úgyhogy ezt be is tudja fogadni? Ilyenkor nem hazugság a részigazság. Mondd azt a részigazságot, ami akkor használható. Ami akkor az ő lelkét egy kicsikét egészebbé teszi. És nagyon kell figyelni. Tehát ilyenkor szuper érzékenyek és sebezhetőek az emberek a haldoklás és a halál állapotában, ahogy a születés állapotában is. Gondold el, hogy milyen elképesztő karmák jelennek meg a születés közben, fogantatástól a köldök zsinórig, olyan védtelenek vagyunk te, hú-hú, kőkemény. Egy csomó karma ekkor teljesül be. A halál és a haldoklás állapotában ugyanez. A lélek szinte teljesen védtelen. És akkor kell az a környezet, az az ember, aki ezt a védelmet együttérzéssel, bölcsességgel és nagyrészt kimondatlanul a jelenlétével tudja biztosítani. Nagyon kevés szóra van ilyenkor szükség. Azt meg lehet érezni, amikor igénylik, hogy beszélj hozzájuk.
rendkívüli mértékű együttérzés és szilárdság kell ahhoz, hogy egy haldokló mellett ülj. Hogy a te tudatod ne mozduljon be, hogy ne félj a saját halálodtól, vagy az övétől. Hogy ösztönszerűen ne akar kiugrani abból a pillanatból, amikor egy haldokló kezét fogod. Óhatatlanul rálátunk és átérezzük, hogy ez x idő múlva velünk is meg fog történni. Akkor milyen tudattal leszel ott? Te hogy fogod átélni? Hogy mész át ezen a kapun? Tehát nem a haláltól kell félni, az mindig is ott lesz. Hanem attól, hogy mi nem vagyunk felkészülve rendesen. Azt kéne megoldani, és ez megoldható. Hogy mi nem vagyunk tisztában az élet és halál miben léttével. Azt kéne meglátni. És ekkor haladunk az úton. Úgyhogy segíts neki, nézd meg, hogy mire van szüksége, mit tud befogadni, és azt add meg, többet nem. És semmiféle hamis remény, áltatás és hasonlók. Nagyon rosszul tűrik. Ha dühösek, akkor valaki hazudott nekik. Vagy félnek a saját haláluktól, és akkor arra dühösek, hogy meghalnak. Tulajdonképpen én kivonom az energiát a dühből, mondjuk, tehát azért nem vagyok dühös, és hiányolom azt, hogy nem csinálok karmát ezzel magamnak. Ez igen, hiányolod, mert megszoktad, hogy általában az info és az energia együtt van, és ez robban, például a düh esetében, vagy legalább izzik egy kicsit, és ettől úgy érzed, hogy életben vagy. Inkább a szeretet izzon benned, és ne a düh. A karma nélküliség az, tehát hogy így próbálunk ugye nem karmát csinálni magunknak, de akkor, tehát hogy az a hétköznapi életben, tehát nem is tudom, mennyire megvalósítható, meg hát ilyen hiányérzeteket szül akkor ezek szerint, hogyha valamiben nem teszek bele energiát, nem mondom, hogy karma nélküli lennék, csak azt mondom, abba hogy... Abba tégy energiát, amiben hiszel. Igen, ezt mondtad az előbb is, vagy valami olyasmi. Átment? Lehet, hogy nem. A hit a legmagasabb szintű információ, mert azt teszed a totem oszlopodnak a tetejére. Amiben és akiben hiszel a legjobban, az van az értékhierarchia csúcsán. Ebbe szoktuk tenni a legtöbb energiát. Elképzelhető az, hogy én ezt hiányként élem meg, hogy nem okozok ezzel magamnak akár tennivalót, akár igen, nem tudom, kapcsolati problémákat. Igen, leszoktál arról, hogy önszabotás legyen, és néha ez szokatlan. A vallások dogmatikájával kapcsolatban. Tehát, hogy ugye ezennek az egyik alapelve, hogy nem ragaszkodunk az írásokhoz, de mennyire érdemes ezt nekünk így gyakorlóknak megismernünk? Tehát mennyire érdemes foglalkozunk szútraolvasással? Amennyire te szomjas vagy a szútrákra, pontosan annyit olvassál belőlük. Ez az intellektusnak egy nagyon természetes igénye, hogy egy kognitív térképet fel szeretne rajzolni. Hogy honnan, hová megy, mik a komponensek, mik a tananyag alapelvei, valójában mi lesz velem, ha én ezt tanulmányozom. Ez egy kognitív háló, és védőháló is, mert úristen, történik veled valami, és hogyha nem olvastad el a karmáról mondjuk a három legfontosabb alapjegyét, akkor egyszerűen teljesen pánikba tudsz lenni, hogy a te tudattalanodból most hány darab dinoszaurusz ugrott elő az elmúlt 5 másodpercben. És hogyha nem vagy tisztában a karma miben létével, megijedsz. Teljesen pánik van, és akkor a gyakorlatot így elhajított, pedig már a dinoszaurusz kibújt és ordít. Hát akkor kéne igazán meditálni, amikor a karmád megjelenik, és nem elrohanni. Úgyhogy kell a tanulás, de azzal, hogy megtanultad a szútrákat, azzal még az úton lényegileg nem haladtál, csak helyes nézeteket alakították, és a helyes nézetek fontosak. De nem cserélhetők össze a cselekvéssel és a tapasztalással. Azt látom, hogy a szútráknak az értelmezésében már, tehát ugye elkezdünk gondolkodni. Igen, és hogy ott hiba, tehát hibák adódnak. És az értelmezésben mondjuk... igen, de a leírásban nem. Hát úgy írták le a szútrákat, hogy az bomba biztos legyen. Tehát ha van szövegkorrupció nélküli átadás, az ez. Tehát olyan bődületes redundancia van az összes szútrában, hogy elalszol rajta. Tehát leírja az első bekezdésben, utána permutál, megváltoztat 2 dolgot, utána megint leírja a második bekezdésben a változtatásokkal együtt. A harmadik bekezdésben újabb 2 változtatás van, és leírja visszafelé. Tehát ez egy hindu mnemotechnika, ők az összes védikus himnuszt, egyebet így recitálták, a szótagokat is, a téma, réma, tehát ismert és ismeretlen részt így szépen elkezdték osztani, szorozni. Gyakorlatilag a 84 ezer kötetes Páli kánon teljes szöveghűséggel ketyeg a mai napig, több mint 2000 éve. Úgyhogy gratulálok azoknak, akik ezt leírták, de a Buddha nem így beszélt.
Ez körülbelül olyan, mint a friss piaci meg a konzerv közötti különbség. Ha valaki 2000 éves konzervet egészségesen meg tud enni, és az olyan tápláló, akkor gratulálok a konzervgyárnak. Ez így van. Csak a Buddha tanításának a leírt változat az nem egyezik az eredetivel. Az egy leírt változat, az olyan, mint a térkép versus a táj. És a tájon kellene kalandoznunk, és a térképet pedig nem ragasztjuk az arcunkra. A térképen olvassuk az utat, hogy merre menjünk. Ez nagyon jó. De utána eltesszük a térképet a zsebbe, és megyünk. Úgyhogy fontosak a tanulmányok, 90 fokig a zen körön, utána tapasztalás 180-ig, tapasztalás birtokában elindul a karma transformációja, eléri a teljességet 270-nél, és utána a transformáció az önzetlen segítségbe, a helyes életformába átmegy, és eléri a 360-at. Úgyhogy a szútrákra szükség van, de a puszta olvasás által nem tudsz az úton lényegileg haladni. Vissza szeretnék térni a hölgy korábbi kérdésére, hogyha tapasztalom, hogy van egy olyan ember az életemben, akit úgy érzem, hogy kerülnöm kellene, mert mindig lehúz, illetve úgy érzem, hogy bánt, de ezt nem tudom megtenni, nem tudok eltávolodni kellőképpen, mert nincs rá módom, mert mondjuk a saját édesanyámról van szó, és nem, tehát nyilván szükségszerű a találkozás, akár a gyerekek, akár egyéb okokból, akkor hogy tudom magam kellően felvértezni, vagy megerősíteni anélkül, hogy így eltávolodni. Ehhez kell a tréning, hogy a fizikai közelség ne jelentsen lelki sebezhetőséget, és hogy a kölcsönhatás ne menjen át játszmákba. Tehát fel kell számolni a játszmákat, és valódi emberi kölcsönhatásra van szükség. Itt nagyon nagy fegyver a csend. Tehát mi az, amit kimondasz, mi az, amire válaszolsz, és mi az, amire csak csenddel válaszolsz. Eleinte hatalmas irritáció forrása lehet ez, aztán kibírja a nyuka, hogy te megváltoztál, és már nem úgy beszélsz vele, mint 10-15 évesen. Úgyhogy ezek a szerepek, ezek nagyon rá tudnak ragadni a családi kapcsolatokra, hogy te mindig az én kicsi lányom leszel, igencsak közben eltett 30 év. Hallhattátok sok ilyen típusú válaszban, hogy adjuk meg nekik, a szülőknek hálával és köszönettel, amire szükségük van, de ők lássák be, hogy az, amit ők akarnak tőlünk, az nem fog bekövetkezni teljességgel, részben, jó esetben. És ez nem kemény szívűség. Ez pontosan olyan, mint a realitás maga. Tehát minden ember autonómiájára és útonjárására szükség van, mert ugyanolyan jogunk van hozzá a születés által, hogy mindenkinek joga legyen fölnőni, önállósodni, önmagára ébredni, és a többi. Ezt jó esetben segíti a környezet, de csak egy ideig. Utána beáll az identitáskényszer, tehát felneveltelek, olyan légy, amilyennek akarlak. Nem tudod a szülők álmát megvalósítani, nem tudod az ő céljaikat beteljesíteni, és nem is kell. Amennyiben a sajátoddá válnak ezek a célok annyira. Úgyhogy itt van a választóvonal, tényleg meg kell adni nekik hálával és köszönettel, amire szükségük van, mert tényleg fölneveltek. És megadtak mindent, amit tudtak. Viszont az álmaikat nem élheted. Hamis szerepeket le kell hántanod magadról. És nem szabad olyan reakciókat adni, amelyek ezt megerősítik. Nagyon jó kell tudni fókuszálni, tárgyat váltani, és pontosan ott maradni a pillanatban, annélkül, hogy ezeket a projekciókat te magadra vennéd. Jó? És akkor egy idő után el tudja fogadni, hogy hát igen, kicsi lányom, te kicsit más vagy, mint korábban, de azért szeretlek. Jó? Köszönöm. Szívesen. Én most. Akkor úgy gondolom, itt valójában szülő-gyermek kapcsolat, ha mi is gyermekek voltunk, ha nem élnek már a szüleink, és akkor úgy gondolom, hogy ha mivel most már mi vagyunk szülők, akkor el kellene kezdeni azt, hogy már nem azokat a mintázatokat folytatni, amit a szüleink csináltak. Ehhez kell a belső változás, hogy a karma ne hetedízílen, ugye? Ismétlődjön. Hát ezt valamilyen szellemi gyakorlat nélkül nem látom elérhetőnek. Egyáltalán nem. Úgyhogy nagyon jó gondolom, a kérdés, azért is. Amikor azt látod, hogy apaként nagyon másképp akarsz viselkedni a gyerekeiddel, mint ahogy az apád viselkedett veled, de mégse tudod a rutint fölülírni, az egy nagyon kínos belátás.
ezt vittem magammal, mint beidegződés. Igen, a szokás hatalma. És bizony másképp akarom nevelni a gyerekeimet, vagy másképp akarom tanítani a tanítványaimat, nagyon hasonló, csak nem vér szerinti a kapcsolat, és mégis a beidegződések ott vannak, és minden nap ki kell lépni a neked felkínált lombfűrésszel kivágott archetipikus kontúrból, hogy ez legyél, és csak ez legyél. Hát ehhez kell az a nem tudó tudat, amelyik éppen akkor elfelejtette önmagát, de nagyon tisztán lát, és tisztán hall, és tisztán gondolkodik. De az az önkép nincs meg, amiben heted íziglen van kódolva az a karma, amiből ki akarsz lépni. Hát ehhez kell a gyakorlat. Köszönöm. Nagyon szívesen. Egy ideje már bolyongok a spirituális bevásárlóközpontban, és visszatérek az EN feliratú polchoz. 24 órán keresztül nyitva van az üzlet, nincs bezárva soha. Most vennék egy ilyen zen kezdő csomagot. A kérdésem az, hogy ugye néztem a Eredeti Fény Zen templom honlapját, és hogy van ilyen kezdő tábor. Így van. És hogy mire számíthatok, ha egy ilyen táborban részt veszek? Megismerkedsz a dharma alapjaival, és egy rakás érdeklődő jó emberrel, egy hétvégén keresztül. Vegetáriánus ételeket fogol enni. Ez jó, vegetáriánus templomépületben fogsz gyakorolni. Látsz egy rakás lovat a parkban, ahol a legelőn a szomszéd lovai legelnek. Ez egy fantasztikus ménes. És egy csomó ember ott lesz, aki szintén kezdő, és szombat este tábortűz, és beszélgetünk. Mintavételezés a mantrából, a meditációból, kérdések és válaszok. Mindezt olyanra csináltuk, hogy legyen egy pici ugye íze, tehát 5 órakor azért elkezdjük hajnalban, nem 4-kor, mint az elvonulásnál, 5-kor, ugye picikét ugye a pitymallattal keljünk, ugye hajnal hasadjék, és már akkor fönn vagyunk. És reggel éneklés, utána reggeli, aztán egy kis munka, aztán egy kis beszélgetés, délelőtti meditáció, egy röpke 40 perc, lehet, hogy csak 30, majd meglátjuk, hogy mit bírunk. Utána 11-kor egy mantra éneklés, délben ebéd, délutáni beszélgetés, séta, kérdések és válaszok informálisan, néha formálisan, amikor mindenkinek hasonló kérdése van, de nem vesszük alapul. Úgyhogy ez az a jazz-szerű motivum, hogy vannak fix elemek, de ezeket nagyon-nagyon improvizatíve össze lehet rakni. És ezért egyik tábor sem ugyanolyan. Nem csak a résztvevők változatossága miatt, hanem azért, mert nem könyveljük, hogy na, akkor most a következőt is így fogjuk csinálni. Tehát vannak a napi rendnek fix elemei, hogy közte mi történik, azt nagyrészt mi döntjük el. És vacsora 6-kor, egy kis éneklés 7-kor, röpke meditáció utána, és még az után is lehet egy kicsit teácskázni, és másnap újra 5 órára megjelenni a dharma teremben, teljes díszben. Jó? Ez a tábor csütörtöktől vasárnapig, és mindenkit szívesen látunk, és javasoljuk, hogy ezzel kezdjünk. Megszokod egy picit a templomi környezetet, megszámolod a dharma terem sarkait, ugye, megtanulod a villanykapcsolókat mindenhol, és utána jöhetnek az elvonulások. Szívesen látunk mindenkit a templomunkban. Szeretnék lelkesíteni mindenkit, hogy itt Győrben, a helyi közösségben, melynek fenntartását és működtetését a lelkes, állandónak tekinthető tagoknak megköszönöm, hogy itt is gyakoroljatok, vagy a közelben, Veszprémben. Semmi más dolgunk nincs, csak ne bújjunk el a saját kérdéseink elől. Ne bújjunk el a problémáink elől, nézzünk szembe azzal a karmával, ami éppen bennünk, ebben a térben, vagy rajtunk kívül van, és haladjunk azon az úton, amelyen fölébredhetünk, megszabadíthatunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!